Elkészült a Nyíregyházi Állatpark új, kettes számú hátsó bejárata, amely a zsúfolt hosszú hétvégéken jelentősen megkönnyítheti majd a bejutást Európa legjobb állatkertjébe. A közel 300 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból az ehhez vezető gyalog és kerékpárút is elkészült a Kemecsei úton. Ezt a Korányi Frigyes úti vasúti átjáró köti össze a szintén megújult erdei sétánnyal, amely az Ózon Hoteltől indul. Az erdei tornapályán keresztül egy 3 kilométeren vannak információs táblák, azok is nagyon érdekesek, tanulságosak. Építettünk szalonnasütőhelyeket, esőbeállókat, a szükséges hulladéktárolókat. Tehát él az erdő, tudjuk azt, hogy az erdei tornapály is a sportolók nagyon használják, gyalogosak, biciklisek, futók. Az állatpark hátsó bejáratánál a kerékpárt lerakva egy 4 kilométeres ökológiai utazáson vehetnek részt a látogatók. Ilyen formán a turisztikai élmények átélése mellett könnyebben megismerkedhetnek a föld flórájával és faunájával. Megújultak a topos program keretén belül a park útjai, ami nagyon fontos, mert egyrészt feldobta az egész parkot, másrészt az a hatalmas látogatószám, több mint 500 ezer vendéget fogadunk már, szükségessé tette, hogy szélesebb járdákon közlekedjenek az emberek, és egyébként az a 40 tájékoztató tábla, ami az ökológiáról, a minket körülvelő életről szól, is elhelyezésre került, úgyhogy ez egy plusz információ, tehát aki sétál, az tanulhat is. Ez része annak a 7 milliárd forintos beruházási csomagnak, amelyet tavaly kezdett el a Nyíregyházi Állatpark. Ennek keretében épül majd ki a Jégkorszak, valamint az Indiaház is, amelynek kivitelezési tervei már folyamatban vannak.